Hogyan tároljam a kutyatápot, és mennyire kell szigorúan vennem a határidőt? Jó, a kutyatápot azt száraz körülmények között kell tárolni, és ha lehet, akkor kerüljük a tápnak az áthevülését. Ez azt jelenti, hogy olyan helyen tartsuk, ahol hűvös marad még nyáron is. Mondjuk egy garázsban el tudom képzelni esetleg, hogy egy fémajtón keresztül képes a garázs annyira fölforrósodni, hogy ott 40-45-50 fok is kialakulhat. Ebben a szituációban az a veszély van, hogy a tápanyagoknak egy része hősokkot kap, hőkezelést kap, és tönkre megy. Jellegzetesen a telítetlen zsírsavak, a C-vitamin, az E-vitamin, ezek azok az anyagok, amelyek gyorsan tönkre mennek, és ezek hát az hiányában, ezeknek a hiánybetegségei meg fognak jelenni a kutyánál, holott esetleg a táp tartalmazza ezeket, rá van írva, és hát csodálkozunk, hogy lehet mégis, hogy a hiánybetegség mégis kialakult. A másik pedig, hogy mennyi, hogy a határidőt azt figyelembe kell levenni. Igen, mert a határidő az azt jelenti, hogy addig garantálja a tápgyártó, hogy a megfelelő körülmények között levő táp, tárolt tápnak az összetétele az, ami rá van írva a dobozára. A határidőn túli táp az már csökkentett mennyiségű anyagokat tartalmaz az előbb említettek közül, mondjuk a C-vitaminból, E-vitaminból, a zsírok azok avasodásnak indulnak, esetleg ezt már a szagán is lehet érezni a tápnak, és bizonyos anyagok eltűnnek, tönkremennek, eliminálódnak, felszívódásra alkalmatlanná válnak a tápban, tehát nem lesz már teljes értékű a táp. Arra gondoljunk, hogy mennyibe kerül egy táp, és hogy érdemes-e csúnyán bánni ezzel a nagyon értékes tápanyaggal. Ha rossz körülmények között tároljuk, akkor elveszítjük azokat az előnyöket, amit egyébként ez a táp kínál.